Édesanyja fényképész, így gyermekkorától az élete részévé vált a fotózás. Elég fiatalon fényképezőgépet ragadott a kezébe, érettségire egy komolyabb filmes gépet kapott ajándékba, ami meghatározó volt számára. Akkor már tudta, hogy a fotózással szeretne foglalkozni a jövőben. Igazából maga az a varázslat, ami akkor még egy jelenség volt. Ugye fekete-fehér filmre fotóztunk nagyon sokat, és én már az érettségi előtt is, középiskola alatt már fotóztam és laboráltam is, megtanultam anyutól laborálni, és maga az a varázslata, hogy a látensképből egy üres fehér papírlapból pont megjelenik a fotó, amit lenagyítottál rá, illetve ugye, amit először meg is fotóztál. Roppant érdekes dolog volt, és ez egy szerelem lett igazából. A Práter utcai fényképész képző iskola után kicsit belekóstoltam az operatőrségbe is. Elmentem egy Teleszkóla nevű operatőrképző suliba, szintén Budapesten volt, de igazából nehezebb volt a kamera, mint én, úgyhogy ezt egy ilyen mellékvágánynak éreztem, úgyhogy utána elvégeztem a MUOS fotóriporteri szakát, és onnantól kezdve meg különböző újságoknál voltam gyakornok, külsős, aztán végül főállású fotós lettem. Jártam vele tablózni, óvodai fotózásokra, és tudom, hogy az első pár nagyon érdekes volt, és a többi az meg már nagyon nem kívánkozott, hogy csináljam. De már akkor is látszódott fényképészként, hogy minden nap valami érdekes dolog fog történni velünk, meg mindig más megbízást kapsz, vagy felkérést, és se lett olyan szép változatos ez a munka. Fotóriporterként meg aztán pláne változatos. Elmondása szerint a magánéletet nehéz összeegyeztetni a munkával. A családja mindenben mögött áll és támogatja. A második gyermek megszületése és a hétvégi munkabeosztás sem könnyítette meg a helyzetet. Gyermekei viszont büszkék az édesapjukra, szívesen el is kísérik. Még a kislányom is, aki aztán örökmozgó, megtanult viselkedni, türelmesen megvárja, hogy apa végezzen. Persze apa siet, amennyire tud, hogyha... De nem mindig sikerül ugye az embernek sietni, mert az esemény az esemény. A programban egy kreatív csapattal működött együtt. Az anyag témája, amikor elkezdtem, egyszerűen Tolna megye volt, és arra találtam ki egy koncepciót, hogy hogyan tudnám megmutatni Tolna megyét. Akkoriban nagyon sokat portréztam, meg nagyon sok légi felvételes melón volt, és így adta magát, hogy így kombináljam össze. Aztán, amikor megcsináltam az első képpárost, egyből már a helyszínen éreztem, hogy kell hozzá egy harmadik kép is, és akkor így lett mindegyikhez egy tárgyfotó is, ami jellemző tárgya, eszköze a portrén szereplő alanyomnak, illetve a portrén alanyai pedig abban a városban, vagy azon a tájegységen élnek, vagy kötődnek valamilyen szinten oda, amiről készült a légi felvétel. Több kedvencem is van, például, hogy kötélnek állt a pilótám, és ő is vállalta a megtisztelő szerepet, hogy portré alanyom legyen, mert hogy ezek nem drónos felvételek, hanem sárkányrepülőből készített felvételek, hogy
nagyon hálás is vagyok a pilótámnak, hogy pont ugyanott szálltunk ki a gépből mindig, mint ahol ahonnét indultunk felszállás előtt. Ez azért jó dolog. Bízok benne, hogy lesz folytatása, és igazából már a fiókban is van pár portré és légi felvétel, ami elkészült, de még nincsenek itt a falon. A tárlat a Babits Mihály Kulturális Központ és a Tolna vármegyei önkormányzat közreműködésével jöhetett létre. Az érdeklődőket december 22-ig vasárnap és hétfő kivételével naponta 10 és 17 óra között várják a Művészetek házában.